Isten ilyenkor nem csak a gyermekeket szokta megszólítani, hanem a családokat. Kedves édes apám, most hozzátok szól rajtam keresztül az Isten ígéje. Az édesapától azt kéri az Isten, hogy szeressétek a gyermekeiteket, és figyelmeztessétek őket arra, amikor úgy érzik, hogy nekik mindenhez joguk van az életbe. Bizony a gyerekeknek szükségük van a szüleik szeretetére, de arra is szükségük van, hogy a szülők, az apák helyre tegyék a gyermekeiket. Vannak, amikor a gyerekek azt gondolják, hogy nekik minden jogos, nekik minden szabad, és nagyon jól tudjuk, hogy az életben ez nem így van, és ezektől a torz elgondolásoktól az édes apáknak kell megszabadítani a gyermekeket, hiszen ha ezt nem teszik, akkor félrevezetik az ő szeretett gyermekeiket, és csalódottakká válnak az életben. Kedves édesapák, mutassátok meg a gyermekeiteknek azt is, hogy hogyan kell szeretni a társatokat, a gyermek édes anyját. Mutasd meg a gyermekednek, hogy miért vetted feleségül az édesanyját, hogy miért őt választottad társuknak. Hadd lássa a gyermek, hogy egy édesanyával királynőként kell bánni, és ha látja a gyermeket, hogy királynőként bántod édesanyjával, akkor majd csodálni fog téged is, és ő is úgy választ társat, párt magának, mert ő mindig túl akarja szárnyalni az édesapját. Kedves apák, készítsétek fel gyermekeiteket az életre. Ismerjétek fel, hogy mire készülnek, mire alkalmasok. Mi az érdeklődési területük? Nagyon kevés apa tudja, hiszen az apák elsősorban pénzt keresnek, és olyan keveset beszélgetnek a gyermekeikkel. Vajon mik az érdeklődési területei? Mire alkalmas a gyermeked? Tanítsd meg a gyermekedet bátor kiállásra, hogy ne legyen mamlasz, hanem kimerjen állni magáért. Hogy ne használják a többi gyerekek boxzsáknak. Az apa védje meg a gyermekét. Mutassanak példát az apák az egészséges életről. A gyerekek mindig hasonlítani szeretnének az édesapjukra. Szeresd az Urat, és szeresd az embertársadat. Különösképpen szeresd a gyermekedet, ha szülő vagy, ha megadatott neked, hogy gyermeket nevelhet. Kedves ballagó diákok, kedves 8. A osztály! Úgy gondolom, nagyon szívesen emlékeztek vissza, ha ránéztek most a képre, az itt töltött évekre. Hiszen az elmúlt 8 év alatt nagyon sok barátot szereztetek, élményt kaptatok, és reméljük, hogy tudást is visztek magatokkal. Úgy gondolom, nagyon jó tanárok tanítottak benneteket, tanítottak a szabályok betartására,
és arra nagyon sokat, hogy a munkavégzéshez kitartás is szükségeltetik. Sokat sportoltatok, és ezen a területen jó eredményeket értetek el. Legkedvesebb emlékeiteket, ha felidézitek, biztosan közötte lesznek az osztálykirándulások. A dunai hajózás, a rendhagyó irodalomórák, a reformáció akadályverseny, a szeretett híd programjai, a farsangi Mikulás est, és gondolom még sok-sok szép élmény. Nagyon sokszor megörvendeztettetek bennünket. Köszönjük ezt nektek. De sokszor haragudtunk is rátok, amikor fegyelmezetlenek voltatok. Így Popper Péter gondolatai jutottak eszemben, amikor írtam ezt a beszédet, és ezzel búcsúztatlak benneteket. Ne feledjétek el, hogy a belső fegyelem megtart, mint testet a csontváz. A külső fegyelem páncél, véd és akadályoz. Az emberi psziché szétesik fegyelem nélkül. A belső fegyelem nélkül a szabadság megbetegít bennünket. Isten áldjon benneteket! Kedves tanáraink! Az együtt töltött 4 év alatt tömérdek ismeretre tettünk szert, amit önöknek kell megköszönnünk. Oly sok jót kaptunk, és bizony a megértéshez gyakran minden lehetséges eszközt igyekeztek felhasználni. Emlékezetesek a matematika óránál hangzott pizzás példák, a sok együtt verselés, aminek segítségével próbáltuk megtanulni a nem tudhatomot. Köszönjük azt a sok türelmet, ami ahhoz kellett, hogy a 11-ére is megkérdezett feladatot újból elmagyarázzák. Köszönjük a fáradozást, a szeretetet, a segítséget, még a sok dolgozatot is, melyek akkor rosszul estek, de a javunkra váltak. Kérem, őrizzék meg szívükben rólunk a jót, és ne a rosszat. Az emlék olyan virág, amely nem hervadál soha. Eső nem tépi el, szél nem hordja tova. Gyűjtsél tehát csokorba, amennyit csak lehet. Csokor közt őrizd meg örök emlékünket. Kedves iskolatársaink, kedves hetedikesek! Nagyon jó érzés volt ma látni a szépen feldíszített termeket, folyosókat, a gondosan elkészített tarisznyákat. Köszönjük nektek! Kívánom, hogy okosan használjátok ki, ugyanakkor élvezzétek is az itt eltöltött éveket. Legyen hozzá sok kitartásotok, szorgalmatok és erőtök. Kedves szüleink! Nehéz a hálánkat kifejezni azért a mindennapos szeretetteljes gondoskodásért, szeretetért, támogatásért, melyel egész eddig életünkben körbevettek, segítettek bennünket, lelket öntöttek belénk a nehezebb időszakokban. Igyekszünk mindezt meghálálni a jövőben. Végül engedjék meg, hogy beszédemet Bódi László gondolataival zárjam. Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg, a nap nevet. Elbúcsúzom, de itt marad belőlem néhány pillanat.